elég sok versenyre jutottam ki, ugye Ausztriába vagy 5 vagy 6 versenyen indultam nemzetközi olyan versenyen, ami Ausztriában, ami világrangista pontszerző, Csehországba ugye oda meghívtak, mint regnáló magyar bajnok, tehát ott világkupa szintű versenyzők indultak, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon sok versenyen tudtam részt venni, sokkal több versenyen, mint a többiek. Ennek is köszönhető talán ez, hogy most egy picit ugye előző verseny Kőbányán is, és itt is úgymond magabiztosan tudtam nyerni, mert azért a cyclocrosson ugye van -2 fok, tehát inkább versenyzel, mint edzel. Minden hétvégén tudsz versenyezni, akkor sokkal jobb. Én azt gondolom, hogy jól sikerült ez az év cyclocross. Hát ugye ennek a január 8-a OB lesz a csúcspontja, és ha minden jól megy, akkor január végi világbajnokság. Nyilván először az OB-t szeretném megnyerni. A világbajnokságon kicsit másabb a célok, az egy kicsit más liga, de ott is próbálok majd helytállni, ha én jutok ki, vagy én tudok menni erre a megméretetésre.